Estét kívánok! 50 millió eurós megrendelése számít a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. A Paks 2 projekt tekintetében, így a hazai vállalatok között bázisbeszállítóként jelenhet meg, mondta el a Telepaks stábjának Oleg Ruszki, ügyvezető igazgató július 7-én Budapesten. Közéleti magazinunkban erről az eseményről láthatnak bővebb összefoglalót. A hagyományok megőrzése mellett a folyamatos fejlődést tűzte ki célul a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. Ebben a szellemben tudott a piacon versenyképes maradni immár 177. éve. A vállalat múltjáról és jelenéről Oleg Ruszki ügyvezető igazgató sajtóképviselők előtt beszélt július 7-én. За все 100 лет я отвечать не могу. 100 évre visszamenőleg nem tudok nyilatkozni, viszont azt el tudom mondani, hogy 2008-ban, amikor először a Rosatom, illetve az Atomenergomas, a Rosatom gépgyártó divíziója kisebbségi tulajdonos lett, akkor megrendeléseket hozott ez a Ganz számára. Előbb a Rostovi, majd a Belorusz Atomerőmű számára szállított különböző szivattyúkat a cég, és így 2008-tól 2016-ig tulajdonképpen felszínen tudott maradni. A Rosatomhoz tartozó Atomenergomas gépgyártó vállalat leánycége elsősorban nagy teljesítményű keringtető szivattyúkat készít Kőbányán. В этом году, как я уже говорил, мы закончили изготовление и отгрузку. Korábban a Leningrádi atomerőmű 2-es kiépítés számára szállított a vállalat szivattyúkat, amit most itt látunk. Ezek a szivattyúk, ezek a Kodankulami atomerőmű 3-as és 4-es blokkja számára készültek, illetve a szomszéd teremben, a szomszéd teremben láthatók a Ruppúri atomerőmű, a bangladesi Ruppúri atomerőmű számára gyártott szivattyúk, és ezen kívül pedig a törökországi Akuyu atomerőmű számára fogunk készíteni 4 blokk számára 16 szivattyút, ezek keringtető szivattyúk lesznek. Turcia, Bangladesh India. Az utóbbi időszakban összesen 44 keringtető szivattyúra érkezett megrendelés a világ különböző pontjáról. 8 darabot a bangladesi, 12 darabot az indiai, 16 darabot pedig a törökországi atomerőműbe szállít le a vállalat. Emellett további 8 darabra érkezett igény szintén Indiából. A kőbányai üzemben a nagy teljesítményű szivattyúk mellett kisebb teljesítményű és különböző funkciót ellátó berendezéseket is gyártanak. A vállalat egyik kiemelendő érdeme, hogy az üzemben szinte bármely legyártott berendezés tesztelhető. Az egyik helyiségben például mintegy 1500 köbméter víz van a felszín alatt a kész szivattyúk tesztelésére. Jelenleg egy ilyen aktív fázisban tart a cég, 20 fajta szivattyút gyárt, közöttük szép számmal olyanokat, amelyeket korábban nem, tehát ezek új fejlesztésű szivattyúk. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a társaságnak jelenleg 130 millió dolláros a megrendelés állománya, és arra számítanak, hogy az év végéig ezt az összeget 200 millióra növelik. Mindez 3-4 évre stabilan ellátja munkával a vállalatot, sőt 70-80 fős létszámbővítést és fejlesztéseket is terveznek a közeljövőben. Oleg Ruszki elmondta, hogy a berendezések folyamatos karbantartása és felújítása mellett a gyár épületének rekonstrukciója is tervben van. A modernizációra 3 millió eurót fordít a cég 2020-21-ben, az azt követő évben pedig 8 millió eurót.
A GANZ egyik fontos megrendelője az egyiptomi vízügyi minisztérium, amelynek elsősorban öntöző szivattyúkat gyárt, de szintén fontos partnerként tekint az egyiptomi El Daba közelében épülő atomerőműre, valamint újabb vízerőművekre, amelyektől újabb megbízásokat remél Oleg Ruszki. A magyarországi atomenergetikában mintegy 40 éves tapasztalattal rendelkezik a GANZ energetikai képgyártó Kft. A paksi atomerőműben üzembe helyezése óta működnek a kőbányán gyártott szivattyúk, de a GANZ tervezte és szállította az üzemanyag átrakó berendezéseket is. E gépek karbantartásában és szükség esetén a modernizációjában jelenleg is együttműködik a paksi vállalattal. Mi úgy indarazsim? Nagyon fontos számunkra a paksi atomerőmű, és 2019-ben az általunk vállalt kötelezettségeket a átrakógép rekonstrukciójára vonatkozóan azokat megfelelően teljesítettük. 2020. december 15-én le is adtuk a dokumentációját a paksi átrakógép korszerűsítésének. A GANZ fontos szerepet kaphat a Paks 2 projektben is, amely során közel 50 millió eurós megbízásra számít a vállalat, ezáltal bázisbeszállítóként jelenhet meg a hazai cégek között. Для Пакш 2, конечно, ГАНЦ может предложить традиционную свою линейку. Ами, а Пакши лечегес бесайташ тилети. Ит пати виски ветери сиватюкро лецо. Illetve ezen kívül kerintető szivattyúkról, tehát összesen nagyságrendileg 8 kerintető és 4 segédüzemi szivattyú, tehát 12 szivattyú összesen. Oleg Ruszki tájékoztatása szerint a teljes összegből mintegy 30 millió eurót az atomerőmű hűtését szolgáló parti vízkivételhez szükséges szivattyúk és a turbina gépház szivattyúi tennének ki. Ezen felül plusz bevételt jelenthet, ha az üzemanyag átrakó berendezés tervezését és szállítását is megnyerné a GANZ energetikai gépgyártó Kft. A vállalat már most képes lenne megtervezni és legyártani ezeket az elemeket, de mindenképpen szeretné fejleszteni ezzel kapcsolatos kompetenciáit a Paks 2-es megbízások reményében, hangsúlyozta Oleg Ruszki. Három olyan dolog van, ami mellettünk szól ebben a dologban. Konkrétan rendelkezünk már referenciával Pakson, a tervezőink nagy tapasztalattal bírnak, és ezen kívül pedig van egy tulajdonképpen egy próba berendezés, ahol ki tudjuk próbálni ezeket az átrakó berendezéseket. A szivattyúkat meghajtó villanymotorok teljesítménye 2,5 megawattól 5 megawattig terjed. A Paks 2 projekt kapcsán egyéb megrendelésekre is számít a GANZ. A vállalat ahhoz hasonló kondenzátum szivattyúkat is szállíthat Paksra, amelyeket Banglades vagy India számára gyártott a közelmúltban, de ezen kívül ártézi szivattyúkra, valamint egyéb kulcsfontosságú berendezésekre is érkezhetnek megrendelések a jövőben. A vállalat ügyvezető igazgatójának tájékoztatója után üzemlátogatáson vehettek részt a sajtóképviselők. A kőbányai gyár épületében mindenki test közelből szemlélhette meg a több 10 és 100 tonnás acélalkat részeket. A helyiségekben egymás mellett sorakoztak a készülő és a már szállításra kész berendezések, köztük olyan prototípusok is, amelyekhez hasonlóakat a Paks 2 projekt során fognak beépíteni az új blokkokba. Kevés embernagyságú tárgy van itt a GANZ gyárban, nem véletlen. Ez is egy 2200 mm átmérőjű nyomókönyök, amelyet hamarosan Indiába fognak átszállítani, az ottani atomerőműbe. A későbbiek során egy ehhez hasonló tárgy fog üzemelni a Paks 2 projektben is. Oleg Ruszki hangsúlyozta az eseményen, bíznak abban, hogy a Paks 2 projekttel való együttműködés nagyon hamar a megvalósulás szakaszába lép. Fontos partnerként tekintenek a paksi energiatermelő vállalatokra. Maximálisan igyekszünk figyelni a paksi atomerőműre, mint az egyik legközelebbi és legfontosabb megrendelőnkre, és rászolgálni arra a bizalomra, amelynek köszönhetően
A GANC megbízható beszállítója volt és marad a Paksi atomerőműnek. Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy az acél világpiaci ára 90%-kal drágult, ám ezt egyelőre nem érezte meg a cég. Azzal sikerült kivédeni ezt, hogy még olcsón jelentős készleteket szerzett be a vállalat. Oleg Ruszkij hozzátette, a tartalék már csak 2 hónapnyi termelésre elegendő. A fém világpiaci árának emelkedése mellett a világjárvány is megnehezítette a vállalat dolgát. Rengeteg legyártott elemet nem tudtak átvenni a megrendelők, ezért a bevétel sem érkezett meg. A raktárban ezért sorakozik szállításra készen az indiai atomerőmű megrendelése is, csupán ennek 4,5 millió dollár az értéke. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a koronavírus okozta helyzet nem számít force majornak, ezért a határidőket nem lehet módosítani, ezért a késedelem a gyártó baja, nem beszélve arról, hogy az atomprojektek előfinanszírozása alacsony, mindössze 10%-os, a fennmaradó összeget pedig csak a leszállítás után 2-3 hónappal később fizeti ki a megrendelő. Oleg Ruszkij hangsúlyozta, nagy segítséget jelentene, ha a raktárakból elszállíthatnák a megrendelőknek a berendezéseket, mert a legyártott elemeknek nincs hely a tárolására, és az üzem a járványhelyzet ellenére sem állt le. Jelenleg 2 műszakban dolgoznak az alkalmazottjaik, ám amennyiben a legyártott elemek szállítása elkezdődik, és a raktár elkezd kiürülni, úgy a munkatempó is változhat, némely területen akár 3 műszakban is folytatódhat a gyártás, tette hozzá az ügyvezető igazgató. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!